Isten éltesse az amerikai magyar koalíciót. 30 év telt el. Remek eredmények, óriási áldozatok is nagyszerű tettek. Miért? Nemzetünkért. Az a nemzet, mely a szűzanya oltalmára van bízva, el nem veszett. Az a nemzet, mely összekapaszkodik, bár óceán válasz fel egymástól, tudjuk jól, népek harcának zajló tengerén nem vészel. A szűzanya biztos nem herdálja el nemzetünk, s ha mi magyarok egymásért válvetve kiállunk, sikerülni fog megmaradni, míg a föld tart. Segítsünk egymáson, és a jó Isten is megsegít. A koalíció ebben igen nagy mester. 30 év. Ha fiúnak született volna, férfi lenne, tetrekész, erős férfi. Ha nőnek született volna, igazi asszony lenne, gyermeket adva, gyermekért harcolva. 30 év. És hány gyerek, és hány nemes tett, hány igaz magyar férfi és igaz magyar nő, igaz magyar szimpatizáns, barát, mennyi csodálatos eredmény. Kedves koalíció, büszkeséggel tölt el kitartó és eredményes munkátok, amit a magyar kisebbségi jogok képviseletéért és a fiatalok támogatásáért tesztek immáron 1991 óta. Kívánom, hogy sokáig éljetek, gyarapodjatok, erősödjetek. Hálásan köszönöm, hogy támogatásotokkal hidat képeztek a tehetségeseknek és a szorgalmasaknak, hogy a legjobb helyen tanulhassanak, és nemzetünk értékeit képviselhessék. A koalíció nem csak a NATO-hoz való csatlakozásban és a vízummentesség kialakításában segített, hanem rengeteg magyar tehetségnek adott rendkívüli lehetőségeket a fejlődésre. Értékes ösztöndíjakat nyújt Magyarország és külhoni magyar diákok számára. Együttműködnek a Magyar Emberi Jogok Alapítványával, és dokumentumfilmet is készítettek. A koalíció fontos szerepet tölt be a kolozsvári református kollégium visszaszerzésében 2000-ben. A kisebbségi jogokért fáradhatatlanul harcolnak nap mint nap. Közeli emberi kapcsolatokat alakítottak ki az itthoniakkal, ahol nem csak anyagi támogatást nyújtottak, hanem örök barátságokat, keresztszülőségeket és egyéb nemes emberi kötelékeket hoztak létre. A magyar kultúrát folyamatosan támogatják és éltetik. Hölgyeim és uraim, a ti szervezetetek a nemzetünk egyik fontos szövetségese. Gratulálok és köszönöm. Én is személyesen hálás vagyok a Lauer családnak, hogy támogatták tehetséggondozó munkásságom. Büszke vagyok diákjaim eredményeire. Jóleső érzés magyarnak lenni. Számos, nagyon kellemes emlékem kötődik a külhoni magyarok vendégszeretetéhez. New Yorki bánkban csodálatos magyar nézőközönség. Csibi Lóránt őszinte, szívhez szóló interjúja. A Metropolitan Opera magyar zászló lengetés a viharos tapsviharban. Jankovics Tamás végig vicc Kodály Zoltán San Franciscói útján. Lényegében ugyanaz a család fogadott, mint egykoron Kodály Zoltánt. A San Franciscói operai előadásában Voisin Éva szervezésében magyarok is örülhettek a sikeremnek. Elképesztően erős magyarokat látok Amerikában. Az igazság az, hogy nagyon-nagyon hiányoztok itthonról. Ha mi itthoni magyarok felétek járunk, köztetek otthonra találunk. De mi is itt leszünk nektek, hogy legyen hová hazagyertek. Kívánok erőt, egészséget, búcsúzól fogadjátok szeretettel a magyar áldást és imát, amit családommal Trianon 100-ra készítettünk. Mm.
tartson nevem, míg a föld tart. Paradicsom hazájában, éljen mindig boldogságban. Töltse békében napjait, egyezve rása fiait. Tatár, török, s más ellenség, minket meg ne rendíthessék. Minket meg ne rendíthessék. Isten áldjon meg a magyart, tartson neve, míg a föld tart. Isten magyar